Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert az úgynevezett nem tradicionális klubok, próbálunk Így van, így van. szépen megfogalmazni, hogy kikről van szó, azok, akik nemrég bukkantak fel az NBA-ben, mindegy, minek köszönhetően. Az a lényeg, hogy most mezőkövesd. Igen, és ez nagyon fontos, hogy bár nem tradicionális klub, abban az értelemben, hogy nem töltött el 20-40-50-100 évet mondjuk az NBA-ben, ugyanakkor egy olyan városról, egy olyan térségről beszélünk, ahol igenis van identitás, van kultúra, van hungarikum, és nagyon alkalmas arra ez az adottság, hogy erre bármilyen dolgot föl lehessen építeni, nevezetesen például egy klub identitását. Ennek kicsit elfogult leszek mezőköves, de hiszen most már egy pár embernek itt elmondtam, hogy volt megkeresésünk mezőkövesdről, hát egy évvel ezelőtt, hogy segítsünk nekik a klubkultúra kialakításban, aztán mégis ebből nem lett semmi, pedig egy elég erős anyagot tettünk le az asztalra, tehát kifejezetten Matyósággal kapcsolatban, magán Borsodon belüli külön kis identitást próbáltam volna erősíteni. Tehát majd a weblapa kapcsolatban, ha én megmondom őszintén, én nem kerestem rá azóta. Én is direkt nem kerestem rá, és amennyire megnéztem a honlapokat előzőleg, mielőtt elkezdtük a sorozatot, azután direkt nem néztem rá, mert arra vagyunk kíváncsiak, hogyha valaki először fölmegy a Így van. honlapra, és a mai rohanó élet körülményei között rászán valamennyi időt, akkor mennyire leli nyomát azoknak a dolgoknak, amiket mi keresünk, nevezetesen az identitást. És én azt gondolom, hogy ez a jó megközelítés, ugyanis tényleg felgyorsult a világunk abból a szempontból, hogy mennyi időt tudunk fordítani egyes dolgokra, és tényleg oda kell tenni az emberek arcába ezeket a dolgokat. Erre egyébként van nem csak külföldön, hanem itthon is jó példa, erről majd később lesz szó, de van igencsak jó példa. Nem MB1 és nem MB2, bármilyen furcsa. De az a klubkultúra megjelenés, és ráadásul az erősíti ezt a dolgot, hogy egy olyan klubnál, majd meg fogjátok látni a későbbiekben, aminek nincsenek történelmi hagyományai, de igyekezett magának kialakítani, és egy pár év alatt sikerült magának egy egész kis közösséget maga mögé állítania, úgyhogy majd erről külön filmet fogunk csinálni. Jó, nézzük tehát akkor, hogy Mezőkavics. Mezőkavics. Mezőköves Zsóri, vagy... Igen, hát legutoljára még igen az volt, de várjál, megint googlizunk egyet. Úgy van. Egyébként az is nagyon fontos lehet, bármilyen furcsa, hogy már a honlapkészítőknek mondom, hogy hogy lehet elérni a honlapot. Milyen keresőszavak beírásával dobja föl a megfelelő találatot. Nyilván ezekre a megfelelő oldalakat, a honlapokat be lehet állítani, optimalizálni lehet. Ugye a kereső optimalizálás az egy ismert dolog. Nos, itt Közben ugye... beütöttem egy párat, aztán nem jártam sikerre, de na, akkor most itt van. Nézzük, Mezőköves Gyuri, amit látjuk. SE és Futballklub. És elfogadom a kukikat. Igen. Hát majd már abban, igen, bizony. Már abból a szempontból, de nem akarok magyarázkodni. Na tehát. Na, egyébként így első blikre, ami megjelenik, egy mozgóképes dolog. Ez szerintem egyébként jól néz ki. Nézzük. Ellenben el kell róla mondani, hogy alacsonyabb internetes teljesítménynél és sebességnél problémás lehet, de erre is egyébként meg lehet találni a technikai megoldást, hogy ott egyébként képek jelennek meg, ez megint csak egy ilyen IT jellegű dolog, ebben nem menjünk bele, mert nem ezt keressük, hanem nézzük meg. Egyből ugye a felső menüsort, hogyha megnézzük, még a fölött ugye ott vannak a megfelelő social media elérések, tök jó, van egy keresés felület, majd azt megnézzük azért, hogy ez hogy működik, az fontos lesz. Én nagyon szeretem az ilyeneket, de hogyha nincs jól beállítva, akkor igazából lehet, hogy fölösleges. Nem itt az oldalon, mert itt nem próbáltuk ki, nem percepcionálok. Tehát hírek, mérkőzések, klub, utánpótlás, galéria, információk, jegyvásárlás, média. Nos,
Egyre kíváncsi leszek, hogy mondjuk hol jelennek meg a szurkolók, remélem megjelennek, illetve akkor nézzük meg, menjünk az identitás nyomába, úgy, mint klub. Klub, gondolnám azt, én. Azt tudni kell, hogy van egy Mezőkövesden vannak egy komoly szurkolótábor, a Magico Ultras, csak őket, én legutolsó tudomásom szerint inkább csak kézilabdára járnak. Mm-hmm. Magának a futballklubnak olyan kifejezett szurkolótábora, tehát nincs valamilyen, én legalábbis úgy tudom, és elnézést, mm-hmm, ha van. Bocsánat. Igen, és jelentkezzetek, és egyébként örülünk, hogyha van. Örülünk, hogyha van. Most rájöttünk a klub menüpont alatt. Ott a vezetőséget látjuk. Ugye Tálai András, Hagyacki József, hogyha én jól mondom a nevét, egy kicsit szerintem a betűtípus az A és az O betű között nem nagyon enged különbséget tenni, ez teljesen mindegy. Én azt gondolom, hogy itt ugye itt van az elnök úr, az ügyvezető, kapusok, stb. Stb. Akkor, és menjünk lejjebb, mert kíváncsi vagyok, hogy ez szakmai stáb, igen, Tóth László szakmai igazgató, Molnár Róbert munkatársak, nagyon alapos, Szalai Anna Bella, és a kedves Fruzsina, Kocsis Fruzsina, nagyon kellemes megjelenésű hölgyek. Szexista megnyilvánulásért 100.000 forintra büntetlek most. Kellemes megjelenésű hölgyek. Tehát jó. Nem mondhatom azt, hogy szép fiú, mert nem így van. Az ők az a szép fiúk, akik itt vannak, mindegy, hagyjuk. Tiszta világos jelen pillanatban. Tehát azt látom, hogy a Mezőkövesnek van egy labdarúgó klubja. Akkor a klub alatt akkor azt értjük, hogy itt van a csapat, a vezetőség, szakmai stáb, munkatársak. Tehát a klubot gyakorlatilag úgy írják ők le, hogy kikből áll most a klub. Igen. A vezetőktől teljesen a munkatársakig. Oké. Jó, nézzük az utánpótlást. Utánpótlás csapatok, Mezőköves 2 és a többi. Nem. Nézzük bele a Mezőköves Gyuri FC 2-ben. Aha, itt az OTP Bank Liga adatbank. Nem. Ezt is hipoljuk. Bocsánat. Az MLS adatbázis Bazd megyei első felnőtt 30. fordulónál nyílt ki. Én nem tudom, biztos csak az eredmények. Igen, nem, ez ugye az MLS-nek a hivatalos adatbankja, itt nagyon szépen fenn vannak az adatok, és ezt hozzá kell tenni, hogy akkor ez a menüpont, ez csak egy darab hivatkozás. Itt persze benne vannak a játékosok és egyebek, egy kicsit elnagyoltnak tűnik, jó? Galéria. Valéria. Na meg a műcsarnok. Hát a galéri, jó. Oké. Okay. Az év első edzése, Mezőkövesd FC Zsóri, DVTK 01, Mezőkövesd Zsóri, stb. Mérkőzések. Hát a meccsfotók magyarul. Igen, igen. Egyébként ez jó, nincs ezzel semmi baj. Na nézzünk információkat, mert hogy itt látunk valamit. Klubtörténet. Na. Igen. Van egy rövid összefoglaló. Ez már jó, nekem ez így tetszik, hogy klubtörténet, van egy nagyon rövid összefoglaló. 1900-al kezdenek, majd 75-re ugranak, majd 95-re, majd 2012-re. Egyébként ez tényleg jól leírja. Ez elég zanzásított változat. Igen, várjál, és a bővebben az egy hivatkozás? Igen. Nézzük meg bővebben. Ó, szépen lenyílik. Egyébként ez nem rossz. Tehát. Járásbajnokság, labda. Jó, bocsánat. Aha, itt ugye már szakosztályonként van. Tehát, ez nagyon érdekes. Most én ezt annyira nem értem. A klubnál ugye a futball jött föl. Igen, 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 igen. Akkor, amikor az információkon belül a történetre mentünk, és ezt kibontottuk, akkor ott már egyes szakosztályok jönnek fel. Szerintem ez egy kis logikai bukfenc, de oké, legyen egy logikai bukfenc. Én azt gondolom, hogy a labdarúgó szakosztályról van egy 20 soros cikk, meg egy röplabda van még. De furcsa. Szurkolói kártya, kedves szurkolók. De a szurkolói kártya az mindig kell. Igen, egyébként lehet az jó, tehát, hogy... De igen, csak én még Magyarországon nem láttam jól működő szurkolói kártyát, ami például
külföldön jól működik, hogy azzal jelentős kedvezményeket kapsz. Benzinre. Bocsánat. Bocsánat, ezt elfelejtettem. Tehát van, amikor megéri kövezni. Igen, igen, igen. De egyébként ennek semmi köze a mi történetünkhez, csak trollkodtam, jelentem. Szurkolói termékek. Ez menüpont? Nem, ez így ahogy legörgetve jön, de ott egyébként az információk alatt, hogyha rámész az információkra, akkor ott menüpontként is megjelenik, vagy almenüpontként. Bögre... Olyan a shop, hogy nincs hozzá fénykép? Nincs. Ez itt nem? Nem. Nem. Aha. Tehát, hogy van, kapsz egy sapkát, ami nem tudjuk milyen. Két színben. Hát gondolom, zöld és fel, sárga és kék. Vagy kék és sárga. És sárga és kék. Nem tudom. Van csapatzászló, ülőpárnok, tehát valószínűleg ezt a képzeletetekre bírják, vagy mindenkinek szabére szabottan csinálják. Jegy és bérletárak, jegypénztárak, stb. Jó. Hát a shopot hamar letudták. Igen, és van egy ilyen online rendelés. Menjünk? Ja, nem, az csak egy gmail-es. Aha, tehát akkor ez úgy néz ki, hogy úgy van hát az online ez rendelés. Ez hogy van ez az online? Pont a NAV elnökénél. Én nem tudom. Hogy van ez a rendelés, gyerekek? Figyeltek. A Városi Stadion, a Lucky Pub, jó, én mondjuk én voltam abban a Lucky Pubban, mert ott csak egyébként jófajta pálinka van ott, meg mindenki fradista, de attól függetlenül ez nem mindig, mindenütt mindenki fradista. ezt azért, ha megnéztétek a klubelnökök szavazását, azt azért láttátok, hogy kövesd és a... Oké? Okay? No, tehát jó. Ez a Lucky Pub MK... Munkaközösség. Jó, oké. Tehát, hogy itt valószínű lehet rendelni, és minden viccet félretéve biztos jók azok a termékek, csak nyilván, jó lenne fékként. Nyilván nincs okunk megkérdőjelezni, azt hiszem, jó. De várjál, a mezeket 2016-17-es szezontól a Városi Stadionban június 5-én nyílt Lucky Pubban vásárolhatjátok meg. Jó. De kéne mondjuk egy fénykép, hogy hogy néz ki. Igen, igen. Egyébként jó, hogy van ilyen, tehát hogy ez nem kétséges. Tehát el lehet mondani, hogy van ilyenünk is. Igen, igen. Na, akkor várjál az információkra, menjünk már még. Lehet, hogy klubtörténet, pályabérlés, szurkolói kártya, szurkolói kártya. Ezt görgettük végig, igen. Jó, oké, jegyvásárlás. Jó, jegyvásárlás. Akarunk egyet venni? Nyilván nem. Ez a meccsegy, mlsmeccsegy.hu, vagy meccsegymlsz.hu. Jó, média. Sajtó akreditált, még ide a szabályzat. Van média szabályzat. Az fontos. ugyanaz, mint bárhol. Előtt 30 percen a fotós menekét vagy. Jó, tehát magyarul az, hogy fel tudod venni a fotós menekét, vagy az úgynevezett sajtópáholyban, remélem azóta van már wifi, el tudod foglalni a helyet. Igen. Hát itt vannak a megfelelő elérhetőségek. Jó. Na most. De miért gmail-es elérhetőség van? Ez egy elég ilyen Kicsit furcsa, ugyanakkor nyilván jogszabály nem tiltja, tehát nem probléma, csak egy ilyen, de nem elegáns. Nem hivatalos. Mert én most regisztrálok valahol, vagy írok levelet, egy hivatalos levelet írok mondjuk az F. Balázsnak, aki itt szerepel a képernyőn, és akkor ugye a hivatalos levél azt számít hivatalos levélnek, ami a maga az egyesülethez érkezik, ez pedig egy gmail-es fiók, ami nem számít hivatalos fióknak. Hát igen, ráadásul abból, nem csak az, nem, de nem, azért fenyves.balázs.mezőkövesgyuri@gmail.com, tehát azért szerepel benne a cégnév, hogy aztán jó, mondjam. Csak, ez egy elég hülye. Gondold el, mondjuk külföldre akar valaki akkreditálni, mondjuk van egy nemzetközi, és akkor egy ilyen gmail-es fiók is így ki fogják kuncogni. Igen, tehát nem elegáns ez, nem elegáns ez, de mindegy, egyébként az tény, hogy valószínűleg így olcsóbb a megvalósítás. Nézzünk már! Jó, akkor majd utána először majd én, te vagy én mondom el a véleményünket. Nekem az elég markáns véleményem van ezzel kapcsolatban. Én akkor én mondom először, mert én eleve nem néztem ezt, illetve a Józsi által említett, korábban említett projektben én nem voltam benne, tehát én annyira nagyon komolyan nem ismerem azt a témát. Itt viszont azt látom, hogy az identitásra, a klub filozófiára,
az, hogy mitől vagyunk mi mezőkövesd, netem mitől vagyunk zsóri, ezeket én, ebből én semmit nem, de az ég adta egy világon semmit nem láttam, és hogyha még talán megnézzük esetleg a híreket, hogy ott mit látunk, én ott is ilyeneket látok, hogy sok sikert, Lali, igen, hát sok sikert, mindenki órében megszületett, közlemény, Berez Zsombor, rólunk írták, de azt nem értem, azt, és tényleg nem értem, hogy olyan kiváló adottságokkal, mint amivel rendelkezik mezőkövesd, azzal kapcsolatban, hogy hogy alakítsa ki egy identitást. Mi lehet ennek az alapja? Tehát így nem ismerek szinte jobb lehetőséget erre, mert mondjuk, most csak mondok egy nagyon hülye példát, Diósgyőr régen bezárt az a gyár. Ugye? Régen bezárt, nincs. És mégis valamilyen úton, módon visszavezethető ahhoz a vasgyáros múlthoz az egész történet, és onnan eredezik, abból fakad, úgy is maradt, és büszkék is rá, legyenek is büszkék rá. Itt meg egy sokkal mélyebb hagyomány van attól, mint egy vasgyár. És mégsem, én ezt egy szomorú dolognak, kihagyott zicser. Egyszerűen kihagyott zicser. Ennyi a véleményem. És én már egyből mondom, az 1-től 5-ig skálán. Hát, 1-2-t. 1-2-t, mert egyest azért nem adok, mert van holnap. Ami van fönt, és amik vannak fönt menüpontok és almenüpontok, még akár jónak is ítélhetem, bár ahogy láttuk a részletességét mondjuk a shopnál, meg más helyen is, az is kívánnivalót hagy maga után. De hogy ebből én nem fogom megtudni azt, hogy ha mezőkövesden is élek, hogy vagy ha nem mezőkövesden élek, hogy mitől, mivel azonos ez, milyen identitás van, mit vallanak a magukénak, hogy játszik ez a csapat. Megjegyzem egyébként, a mezőkövesd ősszel jól játszott, és látványosan is egyébként, majd Józsi biztos más fog mondani, de akár lehet, hogy ez például az identitásból adódik, mert mondjuk a Matyó Hímzés kanyargása és a támadás vezeték. Mit tudom én, tehát most csak mondtam egy hülyeséget, de akár. Na, és én be is fejeztem. Józsi. Hát, ugye, mint mondtam, most nem kívánom megnevezni, hogy ki keresett meg ezzel kapcsolatban egy másik kollégámmal, hogy segítsünk kialakítani mezőkövesden egy identitást. Na most, hát ez nem jött össze, nem azért, mert másnak esetleg sikerült, nem. Hát én úgy képzelném, mert túlságosan ilyen utopisztikusan gondolkodom, és én azt gondolom, hogy magának a weboldalnak, tehát minden megjelenésnek tükröznie kell, amit te is mondtál, ezt a kihagyott zicsert. Én írtam egy tanulmányt ezzel kapcsolatban, a matyóságot, ugye Borsod megyén belül egy ilyen kis, már majdnem azt mondom mikroközösség, pedig a mikroközösség a család, mint tudjuk. Igen. Tehát egy olyan közösség, aminek közös gondolkodása van, közös művészete van, közös történelme van, akár még egy kicsit genetikailag el is térnek a borsodi emberektől, ezt az icert kihagyni óriási probléma. A legnagyobb hiba, és mivel ez egy relatíve új klub, most mindenki vegye úgy, ahogy... Az élvonalban. Az élvonalban ez egy új klub, de olyan erőt lehetne maga mögé állítani, akár, mint a Dunaszerdahely. Meg is mondom, miért. Én abban a tanulmányban leírtam, hogy én úgy alakítanám ki mindenhova, a klub minden megjelenésébe, a Facebookra, a ruházatra, mindenhova becsempészném a Matyó Hímzést. Ha egy külföldinek nem volt ciki a kesztyűjén megjeleníteni, akkor nekünk, magyaroknak... Lewis Hamilton például? Igen, tehát egy kifejezett divatot teremtettek ezzel, és itt például egy óriási közösségteremtő ereje lehetne ennek. És figyelj, az nagyon fontos, hogy ráadásul egy olyan értékről beszélünk, mert ez egy érték, egy olyan értékről beszélünk, egy olyan igazodási pontról, egy olyan identitás teremtő dologról, ami egy, rendelkezésre áll, kettő, nem csak és kizárólag mezőköves lakossága
tud ezzel azonosulni, hanem a magyarság egészen, hiszen a Matyó hímzés pár másik hímzéssel még együtt, mit tudom én, kalottaszegi, nem tudom, mi van még? Tehát, ezekkel együtt, ezek a magyarság egészének a hagyományait képviselik. Én, ha jól sejtem, még hungarikum is. Abszolút. Innentől kezdve a széles réteg elérése, vagy a széles társadalmi bázis elérése, az gyakorlatilag adott. Ki tud lépni a város keretei közül? Lehet, hogy Matyóföldön elcsépeltnek tűnik. Lehet, hogy Matyóföldön sokan, és vannak olyanok, akik herótot kapnak. De nézzük meg, ennyien járnak mérkőzésre. Meg kell találni azt az egészséges egyensúlyt, hogy ne erről szóljon. Tehát nem. Én nem azt írtam le, vagy a kollégával nem azt írtuk le, hogy erről kell szólnia, hanem diszkréten mindenhova, tehát az embereknek az identitását becsempészni. Tehát olyan, most nem mutathatom be sajnos, olyan a Facebookra is, amikor gólt szerezett a Mezőköves, olyan gólöröm videót csináltunk, amiben felkúszik egy nagyon szép ilyen Mezőköves. Hát szépen így körbe. Lerajzoltam, hogy körülbelül a stadionba hova helyeznék el olyanokat, ami nem zavaró, de valahol mégis egy picit így belecsempészi az embereknek a lelkébe ezt a dolgot, és szerintem büszkék is lennének rá kövesdiek. Lehet, hogy és... Egyébként nekem van kövesdi ismerősöm 2-3, nem sok. De, az nem biztos, hogy reprezentatív mintavétel, mindannyian büszkék a matyóságukra. Így van, és ráadásul maga a Tálai úr ír a Matyó újságban is, vagy legalábbis az ő neve alatt szoktak megjelenni. Mm. Én annak idején, amikor ezt csináltam, én nagyon komoly kutató munkát végeztem a matyósággal kapcsolatban, egy közel 30 oldalas tanulmányt írtam le ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt kiemelni, és ez az, hogy mi azt mondjuk, hogy Borsod megyében az egyetlen kiemelkedő csapat, az a Diósgyőr, de az, hogy egy identitással bíró csapat, mondjuk az MB2-ben szerepel, az egyáltalán nem probléma. És még hozzá kell tenni, hogyha én azt mondom, hogy én ugye 22 évig éltem Ózdon, én Borsod megyével azért némileg tisztában vagyok, és azért azt kell, hogy mondjam, hogy Borsod megyén belül a matyóság egy teljesen önálló identitás, sőt, így van. Olyan, mintha nem is olyan értelemben nem lenne Borsod része, hogy persze gyakorlatilag így megye szinten, igen, ahogy meghúzták a határokat, a megye határokat, de valójában az a vasgyáros, hegyi ember, iparos, bányász, nem tudom mi, az nem. Tehát az északi területeknek a dolga, a Matyóföld már nem ide tartozik, nagyon más, és hogyha azt mondjuk, hogy Baz megyében egy klub van, aki a fő identitás hordozó, és ez a Diósgyőr, ezzel egyáltalán nem mondtuk azt, hogy kizárnánk a Mezőkövesd identitásbeli létjogosultságát, sőt! Tehát lehetne erősíteni, tehát a Tálai úr, vagy legalábbis a Mezőköves részéről mindig felmerült az, hogy ők a vezető klub, ez nincs így, de ha erre törekedne, akkor a legnagyobb zicsert hagyta ki ezekkel. És nem csak azért, nem sértődöttség beszél belőlem, hiszen úgy hallottam, mások is hasonló tervekkel álltak elő, de akkor, amikor azt mondják neked, hogy ki azt érdekel ez, akkor úgy elmegy a kedvez az egésztől. Tehát én, hogyha egy klubot vezetnék, akkor biztos vagyok benne, tehát hogyha egy ilyen lehetőségeim volnának, akkor biztos vagyok benne, hogy élnék ezekkel a lehetőségekkel. És mondom még egyszer, semmi sértődöttség nincs bennem, én csak ezt az ígyszert, ezt sajnos jellemző az egész magyar labdarúgásra, hogy a klubvezetők nem fogják föl, hogy ott, ahol ülnek, milyen lehetőséget hagynak ki. Tehát ne csak ha már pénzt keresnek a labdarúgással, ami nem baj, mert elméletileg majd jó üzlet lesz valamikor, amikor piaci alapokon fog ez működni. Hát és profi labdarúgásról beszélünk. És profi labdarúgásról beszélünk. De miért lehet az, hogy például nem kell, de vegyünk egy Dortmundot, egy Liverpoolt, vagy vegyünk egy Ausztria Wient, egy Rapidot, vagy bárkit, vagy a délszláv csapatokat, akik mindent elkövetnek azért, hogy az ő identitásuk megjelenjen a honlapokon. Az összes megjelenésen.
Tehát én úgy érzem, hogy ha nem is az NB1-be, én most nyíltan kimondom, hogy a köves nem való az NB1-be. De az, hogy egy saját identitás, most ha azt nézzük, hogy túlságosan ott vannak a Diós György nyakán, de az, hogy egy saját identitással bíró, nagyon erős utánpótlás bázis lehetne, amire büszkék lennének az ott lakók is, és büszkébben járnának mérkőzésre, mert látjátok, ez az én Matyos stadionom. Tehát akár, mondjuk szerencsére nincsenek olyan helyzetben, mint a dunaszerdahelyiek, akiknek aztán az identitás megőrzésének egyik elengedhetetlen feltétele az, hogy megjelenjen az identitás, a magyar identitás a stadionban. De az, hogy ez Kövesden, ott, ahol megvannak ehhez a feltételek, és békésen meg lehetne tenni, én nem is tudom. Dunaszerdahely város lakossága, mennyi kora? Hát egy picit talán nagyobb, mint Kövesd. De nagyságrendileg az a kategória, hát, nem? Igen, igen. Na ugye, tehát, hogy megtaláltak valamit. Szerintem egyébként léteznek olyan városok, például a Felvidéken, amelyek nagyobb lélekszámmal bírnak, és nagyobb lélekszámú magyar ajkú lakosság van, mint akár Dunaszerdahelyen. És lám, mégis ők lettek a magyar klub a Felvidéken. Miért? Hát ezért. Nyilván kellett hozzá a MOL pénze, a mindenféle támogatások. Persze, természetesen meg az egy majd a világi Oszkárnak a munkája, stb. Na de a többi helyen is meg lehetett volna, a többi helyen is lehetett volna világi Oszkár, vagy és identitás. Itt, ahol pénz, paripa, fegyver megvan, és mondom még egyszer, maga az elnök a Matyó újságban ír, tehát tisztában van a Matyó identitással. Ő nem foglalkozik vele, akkor nekem, mint kívülről jöttnek, sokkal egyszerűbbnek tűnt az, hogy hát mi nem használjátok ezt. Ez ilyen tipikus magyar abból a szempontból, hogy gyerekek, miért nem vagyunk büszkénk a múltunkra? Miért nem vagyunk büszkénk a művészetünkre? A kultúránkra? Hát, hogyha valakinek büszkének lehetne lenni Matyóföldön arra a kultúrára, és ahogy a Szabolcs is elmondta, nem lehet összehasonlítani a Diós Győri bányász, kemény, és a többi. Tehát ezt nem lehet összehasonlítani azzal a lágy, finom művészettiességgel, ahogy kinéz mondjuk egy Matyó láda. És ahogyha megnézitek, tulajdonképpen most hajzitek, hanem a mostani egyébként sikeres mezőkövesd játékban pont felfedezhetők ilyen finomságok, mert pont vannak olyan játékosok, akik ezeket tulajdonképpen megjelenítik a pályán. Megint egy zicser. Mert nem Igen. biztos, hogy ezt akarták, de egyébként a Kuttor, Attila, illetve a szakmai stáb és a játékosok valami olyasmit tesznek le a pályára, amit én akár tudnék így nevezni. Például ugye... Technikás futballt játszanak, a sokszínűség, technika, elfogadás, ez egy olyan zicser, hogy az valami elképesztő. Így van. Így van. Úgyhogy én azt mondom, hogy nem lesz nekem nagyon negatív a véleményem, hanem inkább sajnálatomat, tehát nem nincs rossz véleményem, hanem sajnálatomat kell, hogy kifejezzem, hogy egy ilyen jó lehetőséget nem lovagolnak meg, és saját maguk számára nem teszik ezt sokkal, sokkal jobbá. Én értem, hogy a stadion méretéhez képest így is viszonylag sokan vannak, de mi lenne, hogyha még többen lennének, és mi lenne, ha országos szinten is sokkal több szurkolói támogató, nem szponzora, nem TAO pénzadományozó, nem ezekre gondolok, hanem szimpatizánsokra gondolok, sokkal több lenne, mert lenne benne potenciál, és lehet, hogy a mi véleményünk is például megváltozna a tekintetben, hogy ez egy hungarikum, ez egy fontos dolog, ez egy gyakorlatilag egy összmagyar valamilyen kulturális hagyomány, akkor lehet, hogy tényleg az NB1-ben lenne a helye. Mert most ezt nem gondoljuk. Igen, és hogyha most megnézitek egy kis csapat, ott van az NB1 elején, és nincsen teltház. Tehát, ez döbbenet egyébként. Ez döbbenet, tehát hogy ez egy másik labdarúgó kultúrában, ilyen nem lenne elképzelhető. Most gondoljátok el, hogy mondjuk a hát ez hülyeség, mert az Espanyol ott lenne az elején, mondjuk így is teltházunk.
De azt nézzük meg a Leicesternél, mi történt. Így van. Tehát, hogy én nem tudom, tehát az, hogyha így szerepelne, most gondoljátok el, nem akarok megint csak, ugye valamennyire a Ferencvároson kívül szívügyem nekem is a Diósgyőr. Ha Diósgyőr így szerepelne, ott lenne az elején, akkor fél, hát nem lehetne jegyet kapni. Hát letaposnák egymást a szurkulók a jegyekért, az teljesen biztos. És az azért van, mert Kövesden nem érzik magukénak. Sem lehet, hogy a sportágat, lehet, hogy az elnökség nem szimpatikus, de az, hogy most itt van egy weboldal. De várjál, Diósgyőrbe tesznek ezért egyébként a honlapon? Semmit. Tehát, hogy ott meg ez ott, a... Ott, mert ott volt egy identitás alapból. Igen. Itt pedig lehetne. Igen, igen. Egyébként kíváncsi lennék, de azt most nem fogjuk megcsinálni, majd a kézilabda csapattal kapcsolatosan is csinálni egy ilyen hasonlót, mert ugye ott azért inkább kézilabda pártiak vagy szurkolók a helyi erők, hogy ott ennek nyomát lejjük, vagy egyszerűen annak valamilyen oknál fogva nagyobb a hagyomány, és ez így alakult ki történelmileg, én ezt nem tudom, de minden esetre, hát mindegy, én maradok az egy-kettetbe, mindazzal együtt, hogy a Zicser továbbra is ott van, tehát, hogy ezt bármikor meg lehet lépni, valójában nincs elkésve a dolog, bármikor meg lehet lépni azt, hogy elinduljanak egy tényleges identitás, nem is teremtés felé, az megvan, hanem annak a használata, jó értelembe vett használata és követése mentén, úgyhogy én ezzel zárnám. Szerintem sokkal-sokkal jobbat lehetne csinálni az Kövesdön. Én annyival zárnám le, hogy azért, mert így néz ki egy weboldal, az nem tétel. Egy ilyen milliárdos költségvetési klubnak nem néz ki rosszul, de ez a minimum, hogy így kell kinézni. De az, hogy nem tükrözi Mezőkövesnek az identitását, nem tükrözi azt egy kihagyott Zicser. Tehát én, ha Mezőköves Zsóriról van szó, a kihagyott Zicser, tökéletes. Úgyhogy nekem ez a zászlóm, és maximum egy kettest adok el. Így van, még egy dolog, hogy azt nem tudom, hogy tudjátok, hogy a TAO támogatásokból évi 120 vagy 150 ezer forint fordítható, nem 120-150 ezer forint fordítható honlap fejlesztése, nem üzemeltetése, fejlesztése. 120-150 ezer forintból egy honlapot maxi szuper állatmódon meg lehet, nagyon-nagyon durván meg lehet csinálni. Az más kérdés, hogy mennyibe kerül üzemeltetni, ezt elismerem, és tény. De hát szerintem a témát kimerítettük, a következő csapat pedig a Kisvárda lesz. Sziasztok! Sziasztok! Ha tetszett a videó, kövess bennünket Facebookon, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és ha támogatni szeretnél bennünket, ezt a videó alatt található Patreon linken keresztül megteheted.